több mint 10 halottja lehet az új-zélandi vulkánkitörésnek, a kimentettek közül többen is válságos állapotban vannak. Hatalmas a felháborodás Németországban, migrációs hátterű fiatalok halálra vertek egy tűzoltót. Továbbra sem zárták be a Vučiak migránstábort Boszniában, Magyarországra a hétvégén 350-en próbáltak meg bejutni. És Magyarország a díszvendége az idei vatikáni Betlehem kiállításnak, a 18 magyar alkotást Ferenc pápa is megnézte. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Valószínűleg nincsenek további túlélők az új-zélandi vulkánkitörés után. A Fehér-szigeten körülbelül 50-en lehettek, amikor kitört a tűzhányó, voltak, akik éppen a kráterben kirándultak, amikor sűrű füstöt és gőzt lövelt magából a vulkán. 34 embert sikerült kimenteni, közülük 31-et súlyos égési sérülésekkel kezelnek kórházban. 5-en meghaltak, többségében külföldiek, 8 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A mentőegységek egyelőre nem tudják megközelíteni a szigetet. Ezeket a felvételeket másodpercekkel a vulkánkitörés után készítette egy brazil turista egy kiránduló hajóról. A videón hallani, amint a személyzet egyik tagja azt kiabálja, hogy mindenki menjen fedezékbe, majd a turisták rohanni kezdenek. A hajón pánik tört ki. Életünk legőrültebb pillanatain vagyunk most túl. Nagyjából egy órát túráztunk a vulkán kráterében, és 10 perccel azután, hogy elindultunk és hajóra szálltunk, kitört a tűzhányó. A hajó visszafordult, visszament a szigetre, hogy segítsen azoknak, akik még ott ragadtak, mondta a brazil lány. A hatóságok hétfőn 18 embert mentettek ki a Fehér-szigetről, közülük többen válságos állapotban vannak, miután súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A rendőrség szerint nagyjából 50-en lehettek a helyszínen, új-zélandiak és külföldiek is, amikor működésbe lépett a Vakári. A turisták többsége a Royal Caribbean Társaság Ovation of the Seas óceánjáróján érkezett Új-Zélandra. Azt egyelőre nem tudom megmondani, hogy pontosan hány embert érint a tragédia. Próbáljuk begyűjteni az információkat minél gyorsabban az összes létező csatornán keresztül, hogy pontos számokat tudjunk mondani arra vonatkozóan, hogy hányan lehettek a szigeten, mondta a helyettes rendőrparancsnok. Ezeket a fotókat a vulkán webkamerája készítette 1 perccel a kitörés előtt. A képeken látni, hogy többen is voltak a kráterben. Az első kitörés 14 óra 11 perckor következett be. Ezt napközben több másik is követte. A mentőegységek hétfőn délután csak helikopterrel és repülőgépekkel tudták keresni az esetleges túlélőket. A terep ugyanis a sűrű füst, a hamu és a mérgező gázok, valamint az esetleges újabb kitörések veszélye miatt gyalogosan egyelőre megközelíthetetlen. Kedden reggel drónokkal is folytatják a kutatást, de a rendőrség szerint a felderítő repülések alapján nincs további túlélője a szerencsétlenségnek. Egy a tűzhányok megfigyelésével is foglalkozó tudományos ügynökség néhány napja azt írta a portáján, hogy fokozódik a Vakári aktivitása, és nemrég az 5-ös fokozatú skálán 1-esről 2-esre emelte a riasztási szintet, hozzátéve, hogy ez nem jelent közvetlen veszélyt a látogatókra. A Vakári Új-Zéland legaktívabb vulkánja, évente nagyjából 10 000 turista keresi fel a látványosságot. Újabb hőhullám nehezítheti a bozott tüzekkel viaskodó tűzoltók munkáját Ausztráliában. Az előrejelzések szerint holnaptól megint 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet az ország déli és keleti részén. Itt már hetek óta lángol a növényzet, jelenleg is több mint 100 tűzfészek ég, ezek között pedig nem egy, több 10 kilométeres kiterjedésű. Legkevesebb 4-en vesztették életüket eddig, és mintegy 700 otthon vált lakhatatlanná. Kiadós esőzésekre még legalább 3 hónapot várni kell. Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók Észak-Olaszországban, ahol éjjel mintegy 90-szer mozdult meg a föld. Az első 2,6-es erősségű földrengést tegnap este regisztrálták Firenzétől alig néhány kilométerre. Ezt néhány órán belül több másik követte, a legerősebb ezek közül egy 4,5-es erősségű földmozgás volt. Személyi sérülés nem történt, több épület, köztük műemlékek is azonban megrongálódtak. Az iskolák és közintézmények ma nem nyitottak ki, és az éjszakra tartó vonatokat is leállították egy időre. Statikusok vizsgálták meg azt az eperjesi panelházat, ahol a múlt héten gázrobbanás történt. Az épület felső szintjeit biztosan le kell bontani, de az sem kizárt, hogy az egész házat is. A tragédiában 7-en haltak meg, 1 embert pedig még mindig nem találnak a hatóságok. A környéken lakókat ma visszaengedték otthonukba, de csak azért, hogy személyes dolgaikat magukhoz vegyék.
Összeomlott lépcsőház, kettéhasadt panelek, porig égett lakások és semmivé lett otthonok. Így néz ki most belülről az eperjesi panelház 3 nappal a robbanás után. A pillanat, amikor felrobbant a 12 emeletes toronyház. Péntek délben történt a tragédia a kelet-szlovákiai Eperjesen. A felső emeleteket összekötő lépcsőház teljesen összeomlott. Ez volt az egyetlen tűzvédelmi menekülési útvonal a hatóságok szerint. A tűzoltók daruk segítségével az ablakokon átmentették ki az embereket. A tragédiában vélhetően 8-an vesztették életüket. Egy holttestet továbbra is keresnek a romok alatt. A katasztrófa helyszínéről több tucat családot kellett kitelepíteni ideiglenes szálláshelyekre. A toronyház nagy része lakhatatlanná vált. Statikusok szerint a panelház legfelső emeleteit le kell bontani. Ha ezeket a szinteket lebontjuk, akkor fogjuk tudni, hogyan tovább. Mi lesz a sorsa az alsóbb szinteknek? Hogy van-e más megoldás a tömbház megmentésére, egyelőre nem tudjuk, mondja a válságstáb képviselője. A detonáció következtében a szomszédos lakóházak is sérültek. Ezeket is átvizsgálták. A szakemberek a robbanásban sérült tömbház szomszédságában lévő panelházak műszaki ellenőrzését végezték. Ezek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy a lakók visszaköltözhessenek lakásaikba. Ezeket az ellenőrzéseket befejezték, az eredmények pozitívak. Az evakuált emberek fokozatosan visszatérhetnek otthonaikba, mondta a város szóvivője. Hétfőn egyelőre csak néhány személyes tárgyért mehettek vissza otthonaikba rendőri kíséret mellett. Az emberek a port és az üvegszilánkokat, a törmelékeket takarítják. Van gázellátás és elektromos energiaellátás is. A lakásokban már fűtenek, mondja egy közelben lakó. A tragédia következményeinek felszámolására és a károsultak megsegítésére 1 millió euró, vagyis a mostani árfolyamon számolva 330 millió forint támogatást biztosít a szlovák kormány. Ezen kívül a város bankszámláján egyéb felajánlásokból már csaknem 600 millió forintnyi euró gyűlt össze. Eperjesen 50 éve nem történt ekkora tragédia. A robbanás oka továbbra is ismeretlen. A nyomozás tart, a hatóság több személyt is őrizetbe vett. Itthon egymást érték a balesetek az elmúlt napokban. Ködös az idő, csúsznak az utak, sokan pedig nincsenek felkészülve a téli útviszonyokra. Ásotthalomnál 6-an sérültek meg, amikor fejtetőre állt egy kis teherautó, az M5-ös autópályán pedig egy kamion fékezés nélkül rohant neki egy trélerrel felszerelt teherautónak. A rendőrök továbbra is arra kérik az embereket, hogy vezessenek óvatosabban. Tetejére borulva állt meg az árokban ez a kis teherautó Ásotthalom közelében. Szeged felé tartott, amikor a fagyott úton egy kanyarban megcsúszott és felborult. A járműben munkások utaztak, 6-an sérültek meg. Az utat több órára lezárták, a forgalmat elterelték. Az M5-ös autópályán Kecskemét határában egy trélerrel felszerelt kis teherautó borult az árokba, miután fékezés nélkül belerohant egy kamion. Személyi sérülés nem történt, de a stráda érintett szakaszát a műszaki mentés idejére lezárták, emiatt több kilométeres kocsisor torlódott fel. A Bács-Kiskun megyei Kiskörös külterületén két autó karambolozott. Az egyik kocsi előzni próbált, de nem tudta időben befejezni a manővert, és frontálisan ütközött a szemből érkezővel. A sofőröket a mentők fej- és lábsérülésekkel a Kiskunhalasi Kórház traumatológiájára szállították. A helyszínelés alatt félpályán, rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Ez már a 22-es számú főút. Balassagyarmat és Őrhalom között egy kocsi megpördült, és az útmenti bozótosba csapódott. A mentők egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Országszerte sok volt a baleset hétfőn. A rendőrök azt kérik az emberektől, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően, fokozott figyelemmel lassabban közlekedjenek. Felháborodtak az emberek Németországban, miután kiderült, hogy migrációs hátterű fiatalok vertek agyon egy tűzoltót Augsburgban. A férfit ököllel verték fejbe, amitől összeesett, és a kiérkező mentők már nem tudták újraéleszteni. Az augsburgi tűzoltók az elmúlt napokban többször is a helyszínen emlékeztek halott kollégájukra. A távolban leparkolnak a tűzoltóautókkal, és odasétálnak a verekedés helyszínére. Pár perccel később trombita szóval emlékeznek a tűzoltók halott kollégájukra. A többiek pedig közben mécses gyújtanak. Az egyik mécses alá azt írták, miért?
Ezen a helyen verték agyon a 49 éves tűzoltót. A férfi a feleségével és egy másik házaspárral ment haza a karácsonyi vásárból, amikor észrevette, hogy a fiatalok üvöltöznek és öröngenek. Kétszer is rájuk szólt, de a második kérés után a fiatalok megtámadták. A térfigyelő kamera mindent felvett. A videóból kiderült, hogy a fiatalok ököllel verték fejbe a férfit, amitől rögtön meghalt. A rendőrség külön nyomozócsoportot állított az ügyre. A kamera képek alapján egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőket. Az elkövetők és az áldozatok egymás mellett haladtak, a tűzoltó megfordult és hozzájuk szólt. A két fiatal ekkor oldalra fordult. Egyikük olyan brutálisan megütötte a férfit, hogy az összerogyott és meghalt, fogalmazott az augsburgi rendőrség bűnügyi vezetője. A verekedés 20 másodperc alatt lezajlott, vagyis a tűzoltót ennyi idő alatt halálra verték a kamaszok. Később kiderült, hogy migrációs hátterűek. A fő elkövető egy 17 éves férfi, aki német, libanoni és török állampolgár. A másik férfi, szintén 17 éves, pedig olasz, aki már vallomást is tett. Mindkettőjük szerepel a rendőrségi aktában, vagyis eddig is elkövettek bűncselekményeket. A társaik is előzetes letartóztatásban vannak. Ők azok, akik rátámadtak a két házas párra. A rendőrség szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a térfigyelő kamerák felvételeit, mert az veszélyeztetné a nyomozást. A verekedés a szövetségi belügyminisztert is felkavarta. Ami igazán felbosszant, hogy Augsburgban egy békeszerető állampolgárt halálra vertek, egyszerűen halálra verték, ez felzaklat, mondta Horst Seehofer. A tűzoltók pedig napok óta emlékeznek Augsburg belvárosában. Vasárnap mintegy 150-en vonultak végig az utcán. Börtön helyett pszichiátriai kezelést javasol a bíróság annak a férfinak, aki még a nyáron szándékosan vonattal lökött egy fiatal nőt Németországban. Azt mondják, a migrációs hátterű férfi csak részben bűnös, mert mentális gondjai voltak. A német hatóságok megpróbálják eltusolni a külföldiek által elkövetett bűnügyeket, ezt már egy német férfi nyilatkozta az M1-nek, akinek két éve fényes nappal verték halálra a fiát. Nem teljesen bűnös. Ezt állapította meg a bíróság a 28 éves férfiról, aki a vonat alá lökte a fiatal édesanyját. A 34 éves nő azonnal életét veszítette. A bíróság most úgy döntött, mivel a bevándorló hátterű férfi mentális problémákkal küzdött a gyilkosság idején, nem kell börtönbe mennie. Helyette pszichiátriai kezelés vár rá. Az eset az észak-rajna-vesztfáliai Foerdében történt júliusban. Szemtanúk szerint a férfi hirtelen szó nélkül lépett a nő mögé, majd a sínekre lökte. Az áldozat és az elkövető nem ismerték egymást. A rendőrök akkor azt mondták, hogy a férfit a puszta gyilkosvágy hajtotta. Később kiderült, hogy volt ugyan a szervezetében nyoma kokainnak, de nem annyi, amitől beszámíthatatlan lett volna. A Jackson B-ként azonosított elkövető a Bild információi szerint 9 gyermekes apa, nem ismeretlen a rendőrség előtt. Többször próbálkozott már hasonlóval. Ráadásul rendszeresen terrorizálta a környezetében élőket. Többször rabolt, verekedett, idősek házába is betört. Számtalanszor őrizetbe vették, de aztán mindig kiengedték. A balkáni gyökerekkel bíró férfi úgy tűnik most ismét megúszta a börtönbüntetést. Az egyik német hetilap információi szerint, habár a német hatóságok megállapították, hogy gyilkosság történt, a férfit mégsem vádolják gyilkossággal. Mostanáig szintén elkerülte a börtönt az a szír menedékkérő is, aki még 2017-ben a Nyílt utcán fényes nappal vert agyon egy német férfit a németországi Wittenbergben. Két évvel ezelőtt kezdődött a nyomozás halált okozó testi sértés miatt, ám vádemelés azóta sem történt. A tárgyalás időpontját ugyanis többször elhalasztották. A meggyilkolt férfi édesapja nemrég nyilatkozott az M1-nek. Szerinte, ha egy német lenne a gyilkos, már régen börtönben ülne. Egészen egyszerűen azért akarják eltusolni az ügyet, mert külföldi az elkövető. Hihetetlen, de az elkövetőt sosem vették őrizetbe. Egy németet lecsuknának, ha gyilkosságot követne el, mondta a meggyilkolt férfi édesapja, aki arról is beszélt, hogy ügyvédje szerint, mivel hosszú idő, több mint két év telt el a gyilkosság óta, fennáll a veszélye annak, hogy a gyilkos enyhébb büntetést kap. A napok óta tartó ígéretek ellenére egyelőre mégsem zárták be a boszniai Vučiak tábort. Hiába kezdődtek meg az előkészületek, az illetékesek felfüggesztették az intézkedést. Szerintük most még nincs hová vinni a bevándorlókat. Közben a magyar határ mentén továbbra is kitartóan próbálkoznak a hatásértők. A hétvégén több mint 350-en próbáltak meg bejutni az országba.
Gumicsónakot vásároltak ezek a migránsok Magyar Kanizsa központjában hétfőn. A Híradónak elmondták, ezzel próbálnak majd a folyón keresztül illegálisan átjutni Magyarországra, akár már az éjszaka útnak indulhatnak. Korábban is próbálkoztunk már a Tiszán, de mindig elfogtak a rendőrök és visszaküldtek ide, mondja ez a szír migráns, aki Németországba tart, elmondása szerint ott már várja őt a családja. A migránsok indulás előtt az üresen álló épületekben várakoznak. Már 5 órakor sötét van, és a vasútállomás tele van velük, ott kint. Tudják azt a vasútállomást. És akkor most már kerülő úton megyek, de akkor is félek, mert sose tudom, hol találkozok velük. A tehetősebb bevándorlók egy helyi panzióban is gyülekeznek, ahol a helyiek szerint az embercsempészekkel is egyeztetnek. Valaki irányítsa őket, hogy melyik épületbe kell menni, vagy bírnak menni, mert ott nincs senki. És én nekem az erős meggyőződésem az, hogy itt a Victoria szállóban van nekik a központjuk, hogy itt vannak a vezetőik. A migrációs helyzettel foglalkozó válságstáb szerint is jól szervezett a bevándorlók mozgása. A helyi közösség elnöke szerint egyre többen érkeznek külön buszjáratokkal is. Tudjuk, hogy Beográdból naponta azt hiszem 2-3 autóbusz van, ami menetrend szerint közlekedik, de többször találkoztunk már ugyanilyen lázadó autóbuszokkal, akik hát leszállítottak 20-25, néha 30 személyt. Ők végül mind a magyar határnál kötnek ki. A hétvége ismét rendkívül forgalmas volt. Több mint 350 határsértővel szemben intézkedtek a magyar rendőrök. Mintegy 60 migránst pedig megakadályoztak abban, hogy illegálisan Magyarországra jussanak. Szakértők szerint ezek a számok tovább is emelkedhetnek, hiszen egyre nagyobb a bizonytalanság Bosznia-Hercegovinában, ahol bármikor bezárhatják az egyik legkritikusabb befogadó tábort. A Vucsák kiürítését napok óta ígérgetik az illetékesek, hétfőn már rendőrségi busz is érkezett a táborba, végül azonban mégis elhalasztották az intézkedést. Az indoklás szerint egyelőre nincs hova szállítani a határsértőket. Közben a migránsok már bejelentették, nem mozdulnak a horvát határ közeléből. Itt maradunk és várunk Európa segítségére. Akkor sem megyünk innen sehova, ha nem segítenek nekünk. Ha elvisznek minket innen, mi újra vissza fogunk jönni. Csak napok, órák, percek kérdése, de visszajövünk, fenyegetőzött egy afgán férfi. Nem csak, hogy nem ürítették ki a Vucsák tábort, de hétfőn folyamatosan kísértek oda újabb csoportokat a bosnyák rendőrök. A bevándorlók közül pedig sokan szinte azonnal tovább is álltak. Több tucatnyian indultak meg a Piesivice-hegységen keresztül Horvátország irányába. Exkluzív embercsempészek által készített videót mutatott be a rendőrség az M1-en. Még tavaly augusztusban tartóztattak fel 2 iráni állampolgárt a két egyházi vasútállomáson. Telefonjukon több bizonyítékot is találtak arra, hogy hogyan segítik útjukat az embercsempészek. A videó címe az út Európába embercsempész segítsége nélkül. A videó egy térképpel kezdődik, az útvonalak és tájékozódási pontok mellett taxijárak is szerepelnek rajta. Egy hang elmagyarázza a migránsoknak azt is, hogy mi a dolguk, hogyha gyalog indulnak, merre érdemes menni, és azt is, hogy merre nem. A videón a vajdasági települések és a magyar határzár, valamint Budapest és más magyar települések is felbukkannak. Egyre gyakoribb, hogy a határsértést elkövető migránsoknál okostelefonokban ilyen útleírásokat tudunk megtalálni. Ezeket az útleírásokat természetesen mi is elemezzük, hiszen ezek nagyon sok mindent elárulnak arról, hogy ugyan merre és honnan szeretnék a biztonsági határzárunkat megkerülni ezek a migránsok. Magyarország azt várja, hogy az Európai Unió készülő új Afrika stratégiája a gazdaságfejlesztési programok végrehajtására és a biztonsági helyzet javítására fókuszáljon, és ne újabb migrációs hullámok inspirálásának dokumentuma legyen. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az uniós külügyminiszterek tanácskozásán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az új uniós Afrika stratégia célja, hogy az afrikai országok népesség megtartó képességét olyan ütemben fejlessze, ahogy növekszik az érintett országok. Hogyha ezt a célt nem is kell elérni, akkor újabb migrációs hullámok fognak kiindulni Afrikába. Mi azt várjuk el, hogy az Európai Unió új afrikai stratégiája gazdaságfejlesztési programok végrehajtására, a biztonsági helyzet javulására, illetve javítására, és ne újabb migrációs hullámok inspirálására épüljön.
Magyarország csak feltételekkel támogatja az Európai Unió tervezett emberi jogi szankciós rezsimjét, ezt is Szijjártó Péter szögezte le Brüsszelben a külügyi tanács szünetében. A tárcavezető azt mondta, hazánk elvárja, hogy a készülő rendszer az emberi jogokkal kizárólag jogszabályi és ne politikai alapon foglalkozzon, és valamennyi aspektusát egyformán kezelje. Én nem értem, hogy hogyan lehet emberi jogokról beszélni, például a nemzeti kisebbségek jogai nélkül. Hogyan lehet emberi jogokról beszélni, mondjuk üldözött vallási csoportok jogainak számbavétele nélkül. Tehát én is mondtam itt, hogy az új bizottsággal szemben nekünk ez egy elvárásunk. Hogy ne legyen kettős mérce, ne legyen szelektív hozzáállás, ne legyen válogatás, hanem ha emberi jogokról beszélünk, az univerzálisan alkalmazok. Azt gondolom, hogy teljesen legitim és jogos elvárás a részünkről, és a kompenzációra szeretném még egyszer felhívni a figyelmet. Az nem megy, hogy hozunk közös döntéseket, azt mondok, hogy teljesen különböző hatásai vannak a különböző országokra, és azt mondjuk még csak megvitatni se lehet. A Szabad Színházakért és a kultúra függetlenségért tüntettek nemrég a fővárosi Madács téren. A szervezők szerint a kormány által készített törvényjavaslat sérti a színházi szakma autonómiáját, megszüntetni a független színházak működési támogatását, az önkormányzati fenntartású színházakban pedig a kormány kezébe adná az igazgató kinevezési jogát. A demonstráción több ellenzéki politikus is részt vett, többen előrejelezték, hogy ott lesznek. Jordán Tamás, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója azt mondta, sokan felszólalnak a tüntetésen, akiknek van valami vesztenivalója. A tiszta lelkiismeret iránti igény az mindent felüljén. Most olyasor, ami készülődik törvényileg a magyar kultúra ellen, amelyen szemben minden tiszta lelkiismerettel bíró embernek fel kell lépnie. Több ellenzéki párt is reagált a kormány által benyújtott új kulturális törvénycsomagra. A Jobbik szerint a javaslat elfogadhatatlan, és kiállnak az ellene tiltakozók mellett. Az LMP-s Ungár Péter pedig azt mondta, pártja a kultúra szabadsága elleni támadásként értékeli a törvénycsomagot, amely miatt az ombudsmanhoz fordulnak. A magyar alaptörvény azt mondja, hogy mindenkinek egyenlő hozzáférés kell biztosítani a közművelődéshez, illetve hogy a művészi szabadság garantálja az alaptörvény. Ez a törvény értelemszerűen ezzel nem egyezik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint átlátható működést és kristálytiszta felelősségi viszonyokat teremt a kulturális törvényjavaslat. A tárca közleménye szerint az önkormányzatok ezután is szabadon dönthetnek arról, hogy önként vállalt feladatként fenntartanak-e saját színházat vagy sem, és ha igen, azt csak önkormányzati vagy vegyes fenntartásban kívánják-e működtetni. Úgy fogalmaztak, ez teljesen tiszta helyzetet teremt, a színház működésért a fenntartó a felelős. Hangsúlyozzák azt is, hogy a nemzeti kulturális alap nem szűnik meg. Közös videóban állt ki a tervezett törvénymódosítás mellett a kultúráért felelős államtitkár, a Fidesz frakció szóvivője és a Thália Színház igazgatója. Fekete Péter, Halász János és Kálomista Gábor arról beszéltek, a törvénymódosítás tiszta viszonyokat teremt a színházak finanszírozása és működtetése ügyében. Budapest főváros egyik emblematikus színházi intézményében, a Thália Színházban vagyunk. Csak erre a színházra több mint 1 milliárd forintot költött az állam felújításra, de a működtetésre is rengeteg pénzt fizet a magyar állam, közösen üzemelteti, közösen működteti a színház fenntartóival ezeket a vidéki és budapesti színházakat. Az új törvény ezt rendbe rakja. Kimondja, hogy van állami működtetésű, önkormányzati működtetésű és vegyes működtetésű színházi forma, és a vegyes működtetésű színházi forma esetében meg kell egyeznie az államnak és a fenntartónak a működtetés feltételeiről. Az lehetetlen, hogy a Gotthárügynek nincsenek következményei. Az lehetetlen, hogy a Gotthárügynek ne legyen következménye. Ez a törvény garantálja azt, hogy az ilyen ügyeket kivizsgáljuk. Ez a törvény garantálja azt, hogy minden ilyen ügynek a végére járunk. A Fidesz frakció ezért is támogatja ezt a törvényt. Én azt gondolom, hogy az újtól nem kell félni, az újat meg kell próbálni. Volt már ebben a szakmában, mondjuk a filmes részében, mikor a Magyar Mozgókép Közalapítvány megszűnt, és megalakult helyette egy új rendszer. Én ugyanezt a hüppögést és ugyanezt a pánikkeltést éltem végig akkor is. Majd bebizonyította az új rendszer, hogy sokkal jobb, mint a régi, és a végén a legnagyobb rajongói azok lettek, akik a legelején a legjobban kritizálták. Én azt gondolom, hogy ez a törvény javaslat is azt szolgálja, hogy
tudjon működni ez a rendszer, és hogyha ez a rendszer tisztességesen egy párbeszéd útján működik, akkor mindenki jobban fog járni, tehát itt én azt gondolom nem a hatalmi pozíciók megtartása, hanem egy tisztességes színházi lét a cél, és az a tét. Az új színház törvénnyel demokratikus módon kezelni a kormány a színházak évtizedes problémáit, például a finanszírozás kérdését, erről Vidnyánszky Attila beszélt az M1-en. A Magyar Teátrumi Társaság elnöke azt mondta, örülnek a törvénytervezetnek, mert az lehetőséget jelent az újratervezésre és az igazságtalanságok megszüntetésére. A javaslatról várhatóan szerdán szavaz az országgyűlés. Közös közleményben reagált a kormány új kultúrfinanszírozásról szóló törvénycsomagjára a Magyar Teátrumi Társaság és több más színházi érdekképviselet vasárnap. A színházi érdekképviseleti szervezetek 5 javaslattal álltak elő. Többek között azt írják, hogy a magyar kulturális élet összességében nem kaphat kevesebb állami támogatást a jövőben, mint eddig. És a nemzeti kulturális alap forrásainak elosztásában a magyar kulturális élet szereplőinek kell döntő szerepet biztosítani. Az önkormányzatok fenntartásában lévő színházak finanszírozásáról az államnak és az önkormányzatoknak több évre előre meg kell állapodniuk. A színházi vezetők megbízása és felmentése közös fenntartás esetén csak közös döntés alapján történhet, valamint a független színházak nem kaphatnak kevesebb forrást, mint eddig. Nem megengedhető, hogyha egy Gotár ügyhöz hasonló ügy kirobban, akkor például a vezetői felelősség fel sem merül. Az elmúlt héten a kormány szóvivő megerősítette, hogy a kormány átalakítaná a színházak finanszírozási és fenntartói rendszerét. Hollik István hozzátette, mindenre többek között Gotár Péter szexuális zaklatási botránya miatt is szükség van. Mi úgy gondoljuk, hogy az nem megengedhető, nem jó, hogyha az állam a finanszírozásban felelősséget vállal, de ugyanakkor semmifajta felelősséget nem tud vállalni a működtetésben. A kormány szóvivő leszögezte, a kulturális támogatások összegén nem változtatnak, illetve nem szüntetik meg a nemzeti kulturális alapot, de megújítják a működését. A Gotár-féle zaklató színházak követelik a pénzt a kormánytól, miközben nem engednek betekintést az ügyeikbe, és akár évekig is eltussolnak bűncselekményeket. Ezt már a Fidesz frakció vezetője írta közösségi oldalán. Kocsis Máté kijelentette, a kormánypárti frakciók megszavazzák a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot. Az új színház törvénnyel demokratikus módon kezelné a kormány a színházak évtizedes problémáit, például a finanszírozás kérdését, mondta Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke az M1-en. A Nemzeti Színház igazgatója kiemelte, minden színházzal tárgyalna a kormány, és a társulatok háromféle megoldás közül választhatnak. Vagy átveszi az önkormányzat és saját maga finanszírozza a színházát, vagy átadja és a minisztérium fogja finanszírozni a színházát, vagy közös finanszírozás, de minden egyes színház kapcsán újra lesz tárgyalva minden. Tehát ennél, hogy mondjam, demokratikusabb megoldás, és ennél jobb megoldást nehezen lehetett volna kitalálni. Vidnyánszky Attila arról is beszélt, hogy örülnek a törvénytervezet tartalmának, ugyanis az lehetőséget jelent az újratervezésre és az igazságtalanságok megszüntetésére. Kiemelte, jelenleg a színházak támogatásának majdnem a 80%-a a fenntartó minisztériumtól jön, miközben a tárcának nincs beleszólása a társulatok ügyeibe. Közben a Katona József Színház után a Színház és Filmművészeti Egyetem is kirúgta Gotár Pétert. Közleményükben azt írták, tanár és diák, rendező és színész viszonylatában az alárendelt személyes méltóságát sértő bármi nemű viselkedés teljességgel elfogadhatatlan. Gotár Péterről november közepén derült ki, hogy szexuálisan zaklatta egyik munkatársnőjét. A Katona József Színház nem hozta nyilvánosságra a nevét, később Gotár Péter maga ismerte el, hogy róla van szó. A Színművészeti Egyetem is csak több héttel később lépett. Miközben már önmagában az is az ügy súlyosságára utal, hogy a Katona József Színház pszichológusi segítséget ajánlott fel az egész társulatnak. Vizsgálatot indít az új színház etikai bizottsága az intézményt érintő sajtóban megjelent zaklatási vádakkal összefüggésben, ezt közölte ma a teátrum. Felidézik, hogy a fenntartó fővárosi önkormányzat kért tájékoztatást egy állítólagos ügy miatt. A színház arról tájékoztatta a fővárost, hogy nincs tudomásuk ilyen esetről, bejelentés hozzájuk nem érkezett, a sajtóban megjelent cikkek valóságtartalmát pedig vitatják és vissza is utasítják.
Mielőtt a fővárosban a kormány színházakkal kapcsolatos szabályozás tervezete miatt tüntetnek, mindeközben úgy tűnik, hogy az új fővárosi városvezetés távolítja el a neki nem tetsző színházi vezetőket. Bán Teodóra 15 éve vezeti a Szabadtér Színházat, idén ismét pályázott, ráadásul egyedüli indulóként az igazgatói székre. Karácsony Gergely főpolgármester viszont személyesen érvénytelenítette a pályázatát. Sajtóhírek szerint az ellenzéki többségű fővárosi vezetésnek az nem tetszett, hogy Bán Teodóra a fővárosi fesztivál és turisztikai központot is vezette Tarlós István főpolgármestersége idején. A hivatalos indoklás szerint ugyanakkor struktúraváltás miatt döntöttek Bán Teodóra pályázatának érvénytelenítéséről és az új kiírásról. Nagy valószínűséggel természetesen pályázni fogok, és egy nemes versenyben, ha esetleg alul maradok, azt természetesen el tudom fogadni, de a főpolgármester, illetve a helyettesének ezen hivatkozását nem tudom elfogadni jelen pillanatban. Valójában 15 éve vezettem a Margit-sziget és a Városmajori Szabadtéri Színházakat. Hogy milyen struktúraváltozás lehet, jelen pillanatban nem tudom megjósolni. Mondom, a kiírásból sem olvasható ki. Tovább erősödik Gyurcsány Ferenc pártja, a DK parlamenti frakciójához csatlakozott ugyanis Bőszanet, a liberálisok elnöke. Bőszanet 3 éve még bírálta Gyurcsány Ferencet, most viszont azt mondta, megtalálták azt a megoldást, amiben a lehető leghatékonyabban tudnak együttműködni. A DK-s Vadai Ágnes és Gréci Zsolt jött elő, amikor elszaladt előttük az LMP-s Ungár Péter. A DK-sok azzal viccelődtek, hogy ő is csatlakozik-e. Ungár Péter erre csak nevetett. Vadai Ágnes ezután bejelentette, hogy csatlakozott hozzájuk Bősz Anett. Bár azt pontosan nem tudta megmondani, hogy ő kicsoda. A Demokratikus Koalíció frakciójához csatlakozott mai nappal Bősz Anett, a liberális párt, magyar, tehát a liberálisok elnöke. A DK szerint az EP választáson megmutatták, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt, és szeretnék, ha egyre több olyan politikus csatlakozna hozzájuk, aki elfogadja a Gyurcsány Ferenc vezette párt értékeit. Bősz Anett szerint ő kapott garanciákat. Jelen pillanatban az volt a legfontosabb, hogy mi az, amiben egyek vagyunk. Megtaláltuk azt a megoldást, amiben a lehető leghatékonyabban tudunk együttműködni. Így fogalmazott most Bősz Anett a DK-ról, pedig 2016-ban még bírálta őket. Nem állítom, hogy a probléma neve Gyurcsány Ferenc, azt állítom, hogy amit ő tesz, rombol. Ezt írt a Gyurcsány Ferencről és a DK-ról 2016-ban. Blogbejegyzésében akkor azt is írta, hogy Gyurcsány Ferenc szerinte diktálni és megmondani akar, és nem együttműködni. Most, 3 évvel később máshogy látja. Együtt fogunk működni a parlamenti munkán belül és a parlamenten kívül is. Rendkívül fontos tehát, hogy minél erősebb ellenzéket tudjunk kovácsolni. Ez most épül. Bősz Anett sokáig a második ember volt Fodor Gábor liberális pártjában. Fodor Gábor azonban felhagyott a politizálással. Bősz Anettet pedig november végén megválasztották elnöknek a Magyar Liberális Pártban. Most, 2 héttel később pedig bejelentette, hogy csatlakozik Gyurcsány Ferencék parlamenti frakciójához. Jönnek a Gyurcsány emberei! Gyurcsány Ferenc maga is használja azt a fordulatot, amit róla mondanak mások. Október közepén, a DK születésnapján azt mondta, lenne rá ötlete, hogy ki legyen az ellenzék vezető ereje. És akkor persze kezdődik majd a vita, hogy ki az ellenzék vezető ereje. Hát lenne rám javaslatom. A DK-nál úgy látják, ők vezetik mostantól az ellenzéket. Elemzők szerint pedig mindent megtesznek azért, hogy bedarálják a többi ellenzéki pártot. Vagyis Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak az lehet a célja, hogy 2021-re ne legyen konkurenciájuk az ellenzéki oldalon. A győri zsarolási ügy után egy az ellenzéki politikusokat is állítólag leleplező blog indult. A magát angyal ügyvédjeként emlegető szerző egy frissen megválasztott ellenzéki polgármesterről és egy pártvezetőről állítja, hogy drogos szexpartikat szerveztek. Azt ígéri, hogy meg is nevezi őket, amennyiben azok nem vonulnak vissza a közélettől az év végéig. Molnár Zsolt a Szocialisták pártigazgatója és Őrsi Gergely második kerületi polgármester a nyilvánosság elé álltak, és azt mondták, hogy ők az ügy érintettjei. A blogger állításait azonban tagadták. Molnár Zsolt feljelentést tett, és arra is utalt, hogy kiállhat a zsarolások hátterében. Még az idén kiderülhet ki az ellenzék Borkai Zsoltja, így indítja az angyal ügyvédje blogot a magát Kis Krisztinának nevező szerző. Örömlányok, kokain, ellenzéki politikusok, korrupció. Ezek egy történet főbb címszavai, amelyre állítása szerint az angyal ügyvédjének bizonyítékai vannak.
Azt írja, egy 6. kerületi lakásban évek óta tart drogos szexpartikat egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester és egy pártvezető. A blogger pedig azt ígéri, megnevezi a történet főszereplőit január 1-én, ha azok nem vonulnak vissza a közélettől. Nem Borkai ügyről van szó, hanem egy mocskozsarolási ügyről. Az MSZP pártigazgatója, országgyűlési képviselője azonban még a határidő lejárta előtt felfedte, hogy ő az egyik, akit megzsarolt az angyal ügyvédje írója. Molnár Zsolt szerint azonban valótlan történettel állt elő a blogger. Sem eltitkolt vagyonom, még egy biciklitárolom sincsen, nemhogy lakásom. Soha életemben nem fogyasztottam drogot, nem is tudom, hogy néz ki, tévében láttam legközelebbről, és nem vettem részt ilyen drogos orgiákon prostituáltakkal, és drogdílert is a tévében láttam akciófilmekben. Az ügy másik érintettje, akit frissen megválasztott ellenzéki polgármesterként emleget az angyal ügyvédje, pedig Őrsi Gergely. A második kerület MSZP-s vezetője ezt közösségi oldalán jelentette be. A polgármester szerint azonban ő nem zsarolható. Engedjék meg, hogy elmondjam önöknek elsőként, hogy az elmúlt napokban áttételesen több forráson keresztül olyan információkról szereztünk tudomást, miszerint zsarolási, lejáratási kísérletre készülnek ellenem. A zsaroló személyére a szocialisták pártigazgatója konkrét utalást is tett az ATV-ben. Azt mondta, egy a pártjához közeli újságíróról van szó. Az Egyenlítő blokkhoz van köze? Nem tudnám cáfolni, hogy lehetett köze. Az Indexnek az Egyenlítő blog alapítója Molnár Zsolt kijelentéseire reagálva tagadta, hogy ő állna az angyal ügyvédje blog mögött. Szerinte ugyanakkor írásos nyoma van annak, hogy a pártigazgató embere több állásajánlatot tett neki az elmúlt időszakban. Németh Gábor úgy fogalmazott, nincs az a pénz, amiért nekik dolgozzak újra. Az októberi választás előtt Győr azóta már lemondott polgármesteréről, Borkai Zsoltról hozott nyilvánosságra a közvéleményt megbotránkoztató felvételeket egy szivárogtató, aki magát az ördögügyvédjeként emlegette. Rendkívül büszke lennék rá, hogyha közöbb lenne hozzá, ezt tudom nyilatkozni az ügyben. Sajtóhírek szerint az ördögügyvédje a DK-hoz köthető, a szálak állítólag Gyurcsány Ferenc ügyvédjéhez, a költségvetési csalással is vádolt Ceglidi Csabához vezethetnek. Új korszak indult a postán, megkezdte működését az elektronikus kézbesítési rendszer. Mostantól digitálisan intézhetjük a küldemények feladását, így nyomon is követhetjük, hogy éppen merre jár a feladott levelünk. A digitalizáció egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a posta működését. A telefonjára érkezett kódot mutatja a postán ez a hölgy. Neki is és az ügyintézőnek is sokkal egyszerűbb beazonosítani a várt csomagot. A papírmunka is kevesebb ebben az esetben. Ilyenkor elég csak egy digitális aláírás, és nyomtatni sem kell hozzá. Az ügyintéző szempontjából abszolút gyors és hatékony. Nyilván a név bediktálás alapján személyigazolvány szám, gyors elektronikus aláírás. Én azt gondolom, hogy a régihez képest ez sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszer. A legtöbb postán már ezt a fajta digitális aláírást kérik az ügyintézés végén. Az elektronikus kézbesítési rendszer kiépítésével mintegy 4000 aláírópadot helyeztek el országszerte a postákon. Mária már nem papíron, hanem... A digitális átállással a feladott levelek vagy akár csomagok kézbesítéséről pontos információt kaphatunk a mobiltelefonunkra. A weboldalon történő ügyintézés nem csak gyorsabb, de átláthatóbb is lehet az ügyfeleknek. Ehhez hasonló küldeménykövető rendszer nincs a régióban, mondta el a Magyar Posta vezérigazgatója. Modern, mert a régióban először nálunk került ez bevezetésre, és talán az is fontos, hogy összesen 3 országban vezették ezt be egész Európában eddig. Azért is modern, mert ez Magyarország egyik legnagyobb digitalizációs projektje. Ugye 15 000 munkatárs volt érintett mind a bevezetésben, mind a tesztelésben, az oktatásban, a használatban. A megújult rendszerben naponta átlagosan mintegy 200 000 könyvelt küldemény útját lehet követni. A kézbesítésről elektronikus visszajelzést is kapnak a feladók az alkalmazáson keresztül. A projekt a teljes levélforgalom 20%-át érinti, az ügyfelek ezentúl digitális eszközökön írják alá a könyvelt levelek átvételét, és megnézhetik, hogy hol jár a feladott levél, hiszen a levelek azonosító számával az életútjuk is nyomon követhető. Tehát elmondhatjuk, hogy a posta megérkezett a 21. századba. A posta kivezeti a tértivevényes levelekről szóló papíralapú kézbesítési igazolásokat, azonban igény szerint ez továbbra is kérhető.
Közös vállalkozást indított a Zalazón és egy osztrák autóipari kutatóvállalat. Az innovációs és technológiai miniszter azt mondta, nagyon sok külföldi cég érdeklődik a fejlődő autótechnika kutatási és oktatási lehetőségei iránt. Erre nyújt lehetőséget a zalai tesztpálya. Ezek a cégek ezek akkor már nem csak a pályát veszik igénybe, hanem alkalmaznak szakembereket, alkalmaznak mérnököket, de viszonyképeznek az egyetemekkel, Zalaegerszegen, illetve az országban, illetve a későbbiekben pedig a további kapacitásokat helyeznek Magyarországra. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködési megállapodás, ami most az együttműködésünk most veszi a kezdetét, de ezt fogja szolgálni. A magyar gazdaságpolitika célja, hogy minél több magas hozzáadott értéket előállító munkahely jöjjön létre, erről beszélt Szijjártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter azt a konferenciát nyitotta meg, amelyet a legnagyobb magyarországi amerikai befektető, a General Electric óriásvállalat, valamint a Boston Egyetem részvételével tartottak. A két amerikai partner jövő évtől elindít a Debreceni Egyetemen egy olyan programot, amely doktori képzésben résztvevő hallgatók számára az Egyesült Államokban már sikerrel működik, és Európában mindössze 3 helyen lehet csatlakozni hozzá, egészségügyi kutatási projektek létrehozása céljából. A kutatás fejlesztéshez, ami kulcsfontosságú számunkra a magyar gazdaság jövőbeni sikerét illetően, többféle adókedvezményt is kapcsoltunk. Az a vállalat, amely a kutatás fejlesztésbe ruház be Magyarországon, a befektetett összeg kétszeresét vonhatja le az adó alapjából. A kutatásfejlesztésben foglalkoztatott alkalmazottak után pedig csupán a szokásos járulékoknak a felét kell befizetni. Erős anyaország nélkül a határon túli magyarság támogatása is több mint bizonytalan lenne, ezt mondta a közmédiának a területért felelős miniszterelnök helyettes. Semmén Zsolt az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülése után úgy fogalmazott, sikeres évet tudhat maga mögött a magyar nemzetpolitika, hiszen eredményesek voltak a magyar identitás megőrzését és a külhoni magyarság gazdasági támogatását célzó intézkedések. Semmén Zsolt elmondta azt is, a kormány már készül a trianoni békeszerződés jövő évi centenáriumára. 3 dolgot kell elvégeznünk. A nemzeti gyászt, mert nem lehet, hogy a nemzet nem gyászolja meg Trianont, főleg, hogy a szocializmus idején évtizedekig említeni se lehetett. A másik a történelmi igazság kimondása magunk számára is, de világnyelveken az egész világgal tudatosítani, és az utódállamok nyelvén is tudatosítani, hogy mi történt Trianonban. Harmadszorban pedig a nemzeti büszkeség, hogy mégis túlértünk, itt vagyunk, erősödünk. Már 33,5 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó kampányában. A jótékonysági akció egészen a hét végéig tart, akkor egész napos műsorfolyammal készülünk. Idén a koraszülöttek mentését segíti az akció, aki tárcsázza a 13600-at és a 04-es melléket választja, vagy elküldi a 04-es kódot ugyanerre a számra, 500 forinttal támogatja a Péter Csernyi Alapítvány munkáját. A szívhangja gyengült. Megcsászároztak, de 4 óra múlva elvitték őt a Szent János kórházba. Másnap reggel tudtam meg, hogy a Szent Jánosból a Cserni mentő átvitte a Tűzoltó utcába, mert összeomlott a keringése, rohamosan romlott az állapota. Innen tovább vitték, mert felmerült a TGE lehetősége, ez a szívnek, a főérnek a fejlődési rendellenessége, így átvitte a Cserni a Országos Kardiológia Intézetbe. Ezen az útszakaszon többször élesztették őt újra. Bence 1997-ben sürgősségi császármetszéssel született. Kiderült, hogy vele született szívhibája van, ezért azonnali segítségre volt szüksége. Megduplázódott, megtriplázódott szinte a keringés, ezért teljesen összeomlott, ugye akkor úgy mondták, hogy ott feladták. Ebből az állapotból sokáig meg se értettem, hogy győzött. Bencét a Péter Csernyi Alapítvány rohamkocsijával vitték a vizsgálatokra és a kezelésekre. Ha akkor nincs a Cserny, és az a szaktudás, ami mögöttük áll, akkor én biztos állíthatom, hogy Bence ma nincs itt. A gyors intézkedésnek köszönhetően minden segítséget időben megkapott. Már 23 éves, egészséges, semmilyen maradandó károsodást nem szenvedett. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen tanulok, mint villamosmérnök hallgató. Ha Isten is úgy akarja, akkor a következő fél évenben már végzek. Egy közeli gyárban dolgozok gyakornokként.
fél éve egyik barátommal elkezdtünk hobbi szinten futni, járunk versenyekre. A Péter Csernyi Alapítvány 30 éve szállítja a koraszülött és a beteg csecsemőket. Idén ezt a szervezetet támogatja a közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő műsora, amelyhez most is sok magánszemély és cég is csatlakozott egy-egy felajánlással. A Herendi Porcelán Manufaktúra már évek óta részt vesz a jótékonysági akcióban. Idén egy olyan figurát bocsát licitre, amelyből csak ez az egy darab van. Az alkotás egy uráli baglyot ábrázol a felszállás pillanatában, a talpozatát pedig Farkas Bertalan űrhajós, Babos Tíma a teniszező és Vásári Tamás Kossuth Díjas magyar zongora művész karmester aláírása díszíti. Ez az egy darab készült belőle, egy művészeti tanulmánymunka, úgyhogy aki ezt a nemes célt idén támogatja azzal, hogy megvásárolja ezt a gyönyörű herendi figurát, az nem csak jót tesz, de egy rendkívül egyedi, különleges herendi porcelánnal is gazdagodni fog. Az adománygyűjtés vasárnap egy egész napos műsorfolyammal zárul. Addig is folyamatosan hívható az adományvonal, aki tárcsázza a 13600-at és a 04-es melléket választja, vagy a 13600-as számra elküldi a 04-es kódot, hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását. Átadták Marosvásárhelyen az Ökumenikus Segélyszervezet karácsonyi adományait. A 3 tonnányi tartós élelmiszert, édességet és tisztítószert tartalmazó küldeményből idén több mint 1000 erdélyi család karácsonyát teszik szebbé. Marosvásárhelyen a Lázarenum Alapítvány közreműködésével jutott el a segélycsomag a rászorulókhoz. A szervezet ugyanis árvaházat és öreg otthont működtet. Elsősorban olyan alapvető élelmiszereket hoztunk, amelyeket ez az intézmény tud az éves munkája során felhasználni, de nem csak az intézményre gondoltunk, hanem vannak itt olyan gyerekek, akik csonka családokban élnek, nagyon nehéz körülmények között, vannak árva gyerekek közöttük, vannak nagycsaládosok, akik vidékről jöttek be, egész megyéből, de több száz családnak tudunk most ezen a mai napon segíteni. Ferenc pápa is meglátogatta a vatikáni Betlehem kiállítást, amelynek idén Magyarország a díszvendége. A katolikus egyházfő megnézte a 18 magyar kézműves Betlehemet, a Kodály Zoltán kórusiskola növendékei pedig magyar betlehemes játékot és egyházi karácsonyi énekeket adtak elő neki. Ferenc pápa az Olaszországban ismeretlen szaloncukorból is kapott egyet, amelyért magyarul mondott köszönetet. Hívek gyűrűjében érkezett Ferenc pápa a vatikáni Betlehem kiállításra, amelynek idén Magyarország a díszvendége. Az egészet bejárta és megáldotta, a magyar kézművesek alkotásainál sokáig időzött. A katolikus egyház fő tiszteletére a Kodály Zoltán kórusiskola karácsonyi dalokat és egy különleges erdélyi pásztorjátékot adott elő. Egy olyan igazán magyar betlehemessel készültünk, egy erdélyi magyar betlehemessel, ami igaziból a legrégebbi hagyományainkat mutatja be, Magyarországnak a legrégebbi hagyományait. Ebben az énekben például, amit most előadtunk, mint betlehemes a Csorda pásztorok, ami a legrégebbi karácsonyi magyar egyházi énekünk. Ferenc pápa a műsor után kezet fogott a fiatalokkal, és köszönetet mondott a magyar betlehemekért. Rövid beszédében ezután a karácsonyra készülődőknek a názáreti családot állította példaképként, mivel, mint mondta, a Szent Család a hit, a remény és a szeretet jelképe. A vatikáni kiállításon 18 magyar kézműves alkotása látható, van köztük fából faragott gyöngyből, mézes kalácsból, újrahasznosított papírból vagy például kukoricacsúhéból készült betlehem is, mind egészen különleges. Az Esztergom budapesti püspök azt mondta, ajándék Ferenc pápa látogatása. Óriási lehetőséget jelent számunkra arra, hogy bemutassuk a hagyományainkat, de ugyanakkor óriási lehetőség arra is, hogy az eukarisztikus kongresszusra felhívjuk a figyelmet. Azt hiszem, hogy szebben összekötni ezt a két eseményt alig lehetett volna. Az egyik legnagyobb nemzetközi vallási eseménynek számító eukarisztikus világkongresszust szeptember 13-a és 20-a között rendezik Magyarországon. A főhelyszín Budapest lesz, de több vidéki nagyvárosban is szerveznek programokat, több tízezer külföldi zarándokra számítanak. Reméljük, hogy azokat az embereket, akiket ott tudunk majd fogadni, mi mindent meg tudunk annak érdekében tenni, hogy ők jól érezzék magukat Magyarországon, és olyan lelki élményben részesüljenek, ami páratlan a mi életünkben.
A vatikáni Betlehem kiállításon hazánk 1993 óta vesz részt, most először 10 vendégként. A magyar alkotások január 12-ig lesznek láthatók. Nem sokára kezdődik a híradó az M5-ön, és Kassai Katától jönnek a részletek. Szia Bogi, jó estét kívánok! Első alkalommal jelentkezik újévi koncerttel az M5 csatorna. Eláruljuk, mit játszik majd a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Vásári Tamás vezényletében. De ott voltunk a Sisi című ősbemutató próbájának Gödöllői Királyi Kastélyban is. Ez itt a Kérdés című háttérműsorunkban folytatódik a 30 éve kezdődött sorozatunk. Vendégeink a szabadversenyes kapitalizmushoz való visszatérésről beszélgetnek. 8:30-kor kezdünk, tartsanak velünk! Kata, köszönjük szépen! Valóságos médiasztár lett Németországban egy mosómedve, ami a járókelőkre ügyet sem vetve sétálgatott Erfurt belvárosában. A mosómedve egy karácsonyi vásár közelében jelent meg, imbolygó járással haladva vágott át a villamos síneken, majd senkitől sem zavartatva fogta magát és lefeküdt a földre aludni. A hatósági állatorvos szerint viszont az állatot fertőző betegség támadta meg, a mosómedvét ezután sajnos el is kellett altatni. A német törvények szerint ugyanis az Észak-Amerikából származó ragadozó invazív faj, amely veszélyezteti az Európában őshonos állatokat.